azt gondoljuk, hogy nem csak egy állami gondozásban felnövekedett gyermek számára, hanem általában egy gyermek számára borzasztóan fontos, hogy követhető minták vegyék körül őt az életében, lehetőség szerint pozitív példaképek és minták. Ezért tartottuk kiemelten fontosnak, hogy egy autentikus, hiteles cigány együttes gazdagítsa itt a repertoárt az első Ágota Roma napon. Az együttesünk a Karaván Familia, ami egy családi zenekar, szülők és gyerekek alkotják. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy a fiam van és a kisebbik lányom, mert van egy nagyobbik lányunk is, de ő időközben szülővé vált, úgyhogy ő most már a kisbabával otthon van. Tehát így vagyunk négyen, jövőre lesz 20 éves ez a zenekar. Igazság szerint nagyon örülünk neki, hogy lehetőségünk volt nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte más országokban is koncertezni, és hát ezzel egy pici kis plusz üzenetet is belevinni a zenénkbe, hogy egy család van a színpadon tulajdonképpen. Az Ágota munkásságában nagy szerepet vállal és segít a Tiszavirág Néptánc Egyesület, és ezzel így a kultúrát, a népi hagyományt egyszerűbben be tudjuk hozni rajtuk keresztül, nem csak a magyar, hanem a cigány kultúrát is egyben, és akkor így most például ma a cigány táncház volt, de egyébként a magyar táncház is sokszor meg szokott jelenni. Szép hely egyébként, viszont én még nem voltam, de még szeretnék többször is jönni ide. Ugye hallottam, hogy lesznek táborok is itt. Nagyon sok számban, mind a lakás otthonban, mind a nevelőszülőknél, tehát Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatónál nálunk a gyerekeknél, nagyon sokan megjelennek a roma származású gyerekek, és sajnos, de nem ismerik ezt a saját maguk identitás, kultúrájukat, hagyományukat, és ezzel való értékeiket, és a mai napi rendezvényünk is erről szól, az értékek tudatosításáról, a hagyományok ismereteire épülő programsorozatunk, és ezt nyilván ez is a kezdete ennek a történetnek, hogy az Ágota táborok roma esteinek ennek a tovább mentorálás programja, ez a mai napi programunk is, és ezt szeretnénk tovább így hagyományszerűen megmutatni a mi értékeinket, a mi tudásunkat, amit mi vagyunk, és ezt meg kell mutatni, mert erre büszkék kell, hogy legyenek a gyerekek, de elsősorban fel kell vállalni tudják ezt a gyerekek, és nem máson keresztül, hogyha a kultúrán és a hagyományon keresztül. Gyengülőben vannak a cigány hagyományok, és ezért nagyon nagy szükség van a hozzánk hasonló együttesek, zenészek munkájára, hogy ezek a régi dallamok ne vesszenek el, a régi szokások is ezáltal egy picit feléledjenek, és a fiatalokban egy picit az érdeklődés felébredjen a hagyományos cigány népzene iránt. Jobban érzem magamat velük, mint a rendes barátokkal, akiket közelebbről ismerek. Azt viszik haza a gyerekek, hogy cigánynak lenni nem szégyen, sőt, a cigány kultúra borzasztóan sokszínű, és hogy mindannyiukat a Jóisten jó kedvében teremtette, és hogy mi itt vagyunk otthon. Köszönjük szépen! Köszönjük!